Különleges ünnepség az Ibrányi idősek otthonában. Fekete Gyuláné Zsófi néni kivételes kort ért meg, 102. életévét töltötte idén májusban. A család legidősebb tagjának köszöntésén az egyik legfiatalabb is részt vett. Nem gondoltam, hogy eljönnek a család. De mondták a nővérek, akik jöttek, hogy fognak jönni az unokák. Jaj, mondom, de mert nem láttam még a kicsit. A kicsit nem. A nagyobbikat már azt láttam, de a kicsit nem. Aranyosok. Az ünnepeltet a helyi általános iskola tanulói és a bentlakók műsorral is köszöntötték. Szeressük egymás gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagy világon nincs. Az élet úgy is tova száll, a sír magába zár. Szeressük egymás gyereket, hisz minden percért vár. A mai nap attól különleges, hogy intézményünk közel azt mondja, most már mondjam azt, hogy 19 éves történetében először fordul elő, hogy 100 éven felüli ellátottat tudunk köszönteni. Zsófika néni, aki 2011. július 2-a óta lakik az intézményünkben, és most van először, hogy egy ilyen székkort megélő hölgyet tudunk köszönteni időseink és természetesen az intézményünk részéről. A köszöntésre a városvezetés mellett a térség országgyűlési képviselőjét is meghívták. Nagyon nagy dolog ez véleményem szerint, hogy valaki több mint 100 évet él. Tulajdonképpen Zsófi néni 1921-ben született, és az első világháború után végigérte a 20. századi történelmi fordulópontokat, és már most a 21. században is itt vagyunk, és még úgy hallottam, hogy szellemileg teljesen friss, egy kicsit már nagyot hal, meg a lábai gyengébbek, na de hát a jóisten adománya, hogy ilyen hosszú életet élt, és azt hallottam, hogy a családjában volt, aki 101 évet megért, tehát genetikailag biztos, hogy ezt örökölte, és maga az a nyugodt életstílus, amit itt tapasztaltam, és az a szeretet, az biztos hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú időskort megért. A református egyház fenntartásában működő intézmény lelkipásztora valamennyi a parókián fellelhető dokumentumot kikereste, melyek Zsófi néni életének fontos eseményeiről szólnak. Az anyakönyveink, amelyek elsőrenden arról szólnak, hogy ami az egyházközségünk történelmét megörökítette és fellelhetővé tette, hál' Istennek viszonylag éppen megmaradtak. Azért mondom viszonylag, mert a 19. század közepétől hiányosan vannak meg, de abból az időszakból, ami Zsófi nénivel kapcsolatos, Istennek legyen hála, természetesen megőrzésre kerültek. Megtaláltuk azt az anyakönyvet, amelyben a keresztelési bejegyzése található. Megtaláltuk azt az anyakönyvet, amelyben a konfirmandusok szerepelnek, és ő is szerepel a kortársai között. Feleltük azt az anyakönyvet, amelyben a házasságkötésnek csodálatos pillanata volt megörökítve. Fekete Gyuláné Zsófi néni 1921-ben Ibrányban látta meg a napvilágot. Egész életét a településen töltötte, jelenleg ő a város legidősebb lakója.